Korán indult a szezont már a piacokon a szabadföldi termesztésből származó hazai görögdinnye. Érvényben a vörös kód péntek 24 óráig rendelték el, egyelőre a napi középhőmérséklet tartósan 29 fok körül lesz. Roncsautók Nyíregyházán idén már 9-et szállítottak el a közterületfelügyelők, de sok még mindig foglalja a parkolóhelyeket. Korábban kezdődött az idei görögdinnye szezon, június közepén már megjelentek a fólia sátras termékek, július elejétől pedig már a szabadföldi görögdinnye is ott van a polcokon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Bár a hazai dinnyefogyasztás folyamatosan javul, még mindig jelentősen kevesebbet fogyasztunk belőle, mint a nyugat-európai szomszédjaink. A vásárlók körében pedig manapság már inkább a kisebb, 4-6 kg-os görögdinnyék a népszerűek. 10-12 kg, ennyi dinnyét eszünk ma Magyarországon átlagosan görögdinnyéből. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint 2010 óta 4,5 kg-mal nőtt az átlagos dinnyefogyasztás. Sárga dinnyéből is egyre több kerül az asztalokra, ami lassan eléri a fejenkénti 1,5-2 kilót, de ez még mindig jelentősen elmarad a nyugat-európai adatoktól. Július elejétől már minden áruházlánc polcain megtalálhatók a hazai dinnyék, sőt a fóliasátras termelésből származó dinnyék már június közepén megjelentek a kínálatban. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke azt mondta, az időjárás eddig kedvezően alakult. Hála Istennek arról kell, hogy beszámoljunk, hogy nagy területeket érintő jégkár nem volt, vagyis nincs róla tudomásunk. Ha volt is, akkor kisebb helyeken, kisebb településeken, kisebb termelőknél esetleg előfordulhatott, nagyobb területeket, hogy elvert volna a jégeső, nem tudunk róla. Hozzátette, a termelő területek az utóbbi években folyamatosan nőttek. Míg 2022-ben 2600 hektár volt, addig 2023-ban már elérte a 3300 hektárt. Emellett a nemzetközi trendekkel összhangban hazánkban is egyre több termelő választja a betegségeknek ellenállóbb, nagyobb termésbiztonságot és jobb minőséget adó oltott, valamint hibrid dinnyéket. Ugye tudjuk azt, hogy a tök és a görögdinnye is kabakos növény, és a tök az egy ellenálló, robusztus, tárasságot jobban tűrő, erősebb gyökérrendszerrel mélyebbre tud hatolni, jobban tudja hasznosítani a tápanyagok felvételét, vagy biztosítani a tápanyagok felvételét, és ugye ebben az oltással, gyakorlatilag mint a gyümölcsfákat, ugye oltás szemzésről beszélünk, a görögdinnye nemes növénynek levágják a gyökerét, és megkapja egy oltási eljárással a töknek a gyökerét. A vásárlók körében ma már kevésbé népszerűek a 10-12 kg-os dinnyék, egyre erősebb viszont a kereslet a kisebb 4-6 kilós, valamint a magszegény görögdinnyék iránt. Göcő Mátyás úgy véli, azáltal, hogy a termelők különböző szakaszokban ültetik a dinnyét, akár szeptember közepéig is eltarthat a szezon. Nagyon sok termelő van már, aki három szakaszban ültet, egy korait, egy középkorait, és ugye majd azt, amely majd ugye augusztus végéig el tudja látni a fogyasztót magyar görögdinnyével, ugye, és arról se feledkezzünk meg, hogy a nyírségben ugye azért közel 1000-1300 hektáron termelnek, és a nyírség az nem a koraiságáról híres, hanem arról, hogy ott akár, ha jó megfelel az időjárás, akkor szeptember közepéig, szeptember végig is lehet szedni jó minőségű magyar görögdinnyét. Úgyhogy ha találkozunk még szeptemberben Magyarországon görögdinnyével, azokat görögdinnyék nagy valószínűséggel ebből a termesztőkörzetből származnak. Az ágazat szereplői abban bíznak, hogy 2024-ben is folytatódni fog a kivitel bővülése. A legtöbb magyar görögdinnye a lengyel, a cseh, a szlovák és a német piacra kerül, ami a hazai dinnyetermelés egyharmadát jelenti. Idén nyáron már másodjára van érvényben a vörös kód a rendkívüli meleg miatt, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Fülöp Attila azt írta, hogy a különleges időjárási viszonyok miatt a vörös kód legalább péntek 24 óráig érvényben lesz az egész ország területén. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet tartósan több napon keresztül eléri, és sok helyen meg is haladja a 27 Celsius fokot. A vörös kód kiadása speciális eljárás rendet von maga után, ugyanis minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt.
Fontos, hogyha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, akkor hívja a regionális diszpécser szolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. Idén már 9 elhagyatott roncsautót szállítottak el a város közterület felügyelői Nyíregyházán. Ezt azonban csak akkor teheti meg a hatóság, ha nincs rendszám az adott járművön. A többi esetében eljárás kezdeményeznek, de ha a tulajdonos nem sikerül felkutatni, a roncs még hosszú ideig foglalhatja a parkolóhelyeket. Nem évek, hanem évtizedek óta áll mozdulatlanul ez a valaha fehér autó Nyíregyházán a Népkert utcában. A gépjármű, mint azt a közterület felügyelet már feltárta, egy már korábban felszámolt cég tulajdonában van. Elszállítása ezért, valamint azért problémás, mert szerepel rajta rendszám. Vélhetően így még jó ideig foglalja majd a roncsautó a parkolóhelyet. A közterület felügyelet kétféleképpen járhat el ilyen esetben. A kulcs az, hogy van-e rendszám a gépjárművön. Amelyiken nincs hatósági jelzés, ugye ez viszonylag egyszerűbb, mert a felügyelő ilyenkor egy jegyzőkönyvet hagy a gépkocsin, amin ugye le van írva, hogy mit kell tenni az üzemben tartónak, 10 napjon arra, hogy elműtőnál elvigye, forgalomba helyezze, vagy kérjen el a közterületi szerződést. Ha ez nem történik, mert akkor mi ezt a kocsit elszállítjuk, kivisszük egy általunk üzemeltetett telephelyre, ott tároljuk 6 hónapon keresztül, amennyiben nem váltják ki a gépkocsit, utána pedig elbontásra kerül majd ez a kocsi, de annak a díját, ameddig ezt tároljuk és amelyet elszállítottuk, később fogjuk követelni az üzemben tartó. Tehát egy üzemeltartónak, amikor járművet elviszük, 6 hónapja van arra, hogy a kocsiját kiváltsa a megfelelő díj ellenében. 1200 forint per nap a tárolási költség és 1500 forint szállítási költség, amit ki kell fizetnie mindenképpen. A másik esetőség, ha van rendszám az autón, de lejárt a műszaki, vagy olyan állapotban van, hogy nem tud részt venni a közlekedésben. Ilyenkor az eljárás kezdeményezésén túl nincs nagy mozgástere a közterület felügyeletnek. Ilyenkor a helyi rendelet szerint alapján járunk el a gépkocsival. Első körben ezeket mindig felszoktuk szólítani arra, hogy a járművet vagy helyezze forgalomba, kérje el a közterületi szerződést, vagy vigye el a közterületi a kocsiját. Ha ez nem teszi meg, akkor a felügyelő találkozik helyszínen üzembetartóval, akkor helyszínen bírságot szabhat ki vele szemben, vagy feljelentheti. Ha pedig nincs ott senki a helyszínen, akkor a járművezető üzembetartóval szemben eljárást fogunk kezdeményezni, és ilyenkor majd a jegyző nevében eljáró illetékes osztály fog vele szemben alkalmazni szankciót, ami sok pénz is lehet persze. Egészen pontosan magánszemét akár 200 ezer forintra, céget pedig akár 2 millió forintra is büntethetnek, de 50 ezer forintig helyszíni bírságot is alkalmazhat a közterület felügyelő. Idén egyébként már 9 elhagyatott roncsautót szállított el a közterület felügyelet Nyíregyháza területén. Változott a sorrendmódosítás határideje az általános felvételi eljárásban, közölte a felvi.hu. A felvételizők nem július 10-éig, hanem július 16-áig, keddig módosíthatják a jelentkezési lapon megjelölt felsőoktatási intézmények sorrendjét. Fontos információ az is, hogy a szükséges dokumentumok feltöltésének határideje nem változott, így a felvételizőknek ezzel kapcsolatban továbbra is a július 10-ét kell figyelembe venniük. A jelentkezők az e-felvételi dokumentumok menüpontjában tölthetnek fel, és ugyanitt követhetik nyomon a hiánypótlással kapcsolatos elbírálást is. A szeptemberben induló képzések ponthatárait várhatóan július 24-én hirdetik ki. Egyiptomból, Olaszországból, Észtországból, Belgiumból és az Egyesült Királyságból érkeztek hallgatók a Nyíregyházi Egyetemre, hogy megismerjék a magyar nyelvet és kultúrát. Két héten keresztül 3 csoportban tartják az oktatók a magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat. A képzést szóbeli vizsga és írásbeli teszt zárja. A követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók a Nyíregyházi Egyetem tanúsítványát kapják meg. El kell kezdeni, és utána folyamatosan életben kell tartani, hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen a nyári egyetem nyitó eseményén. A tavalyi év tapasztalata, hogy 2 hét nagy lehetőség a térség és a magyar kultúra megmutatására. Idén is számos európai országból érkeztek hallgatók, sőt Afrikából, Egyiptomból is jött érdeklődő. A program célja, hogy a diákok átfogóbb képet kapjanak a világról, és megismerjék a magyar sajátosságokat. Ha valaki nem hagyta el a saját szülő helyét, furcsa elképzelései lehetnek a világról. Tehát ez egy kiózanító tréning, szembesülnek vele, hogy a hasonlóságok és a különbözőségek ellenére ugyanez a lélek működik
egy angol, egy belga és egy magyar emberben, és bármilyen hihetetlen az ország észak-keleti csüskébe is csodálatos természeti környezettel, kultúrával, gasztronómiai kalandokkal lehet találkozni. Délután és este ugyanis kulturális programok várják a hallgatókat. Ezek között tokai és szatmári kirándulás, étel és borkóstolás, skanzen és vadaspark látogatás is szerepel, de részt vehetnek Nyíregyháza világhírű kórusa, a Kántémusz gyermekkar próbáján is. Délelőtt azonban a tanulási a főszerep. Három szinten zajlik a magyar, mint idegen nyelv tanfolyam, ami kihívás elé állítja az oktatókat. Vegyük a közoktatást, ahol ugye parancsba adjuk a 6 éves gyereknek, hogy legyen iskolai érett, és együtt kezdjenek el tanulni, de nem biztos, hogy mindenki nyitott arra az ismerethalmazra, és a készségei megvannak az ismeret elsajátításra. Ez a nyelvi képzéseknél nemzetközi tapasztalat alapján ez tarthatatlan, és itt mindig képesség és készség alapján osztjuk csoportokba a versenyzőket. Így 3 szinten indul a nyelvi képzés, ez lenne a meghatározó, amikor még friss az elme a délelőtti programok, egy kezdő, egy középhaladó és egy haladó magyar nyelv, kultúra megmutatása és megismertetése. Ilénia Rómából érkezett néhány napja Nyíregyházi Egyetemre, és most először Nyíregyházára. Az eddigi benyomása, hogy szép, tiszta, nyugodt város, azt mondta, kellemes érzés itt lenni. Könnyen feltalálja magát, haladó szinten beszéli a nyelvünket, hiszen már egyetemista kora óta tanul magyarul. Magyar nyelvet a hobbiból tanulok, mert igazából soha nem tudtam dolgozni vele, sajnos. Én inkább kínai tanár vagyok, mert az egyetemen a kínai meg magyar szakos voltam, de aztán a kínai tudásommal dolgoztam, kaptam állást. De minden évben igyekszem visszajönni Magyarországra, mert nagyon szeretem ezt az országot, és nagyon szeretem a magyar nyelvet, sok magyar barátaim, barátnőim van. Barátom és barátom van, és igen, ennyi. És nagyon hálás vagyok, hogy idén is kaptam egy ösztöndíjat, és tudtam újra jönni ide Magyarországra, és főleg Nyíregyházára, mert soha nem voltam itt, ahogy mondtam. A Magyar Nyelv és Kultúra című kurzusok kis csoportokban, oldott hangulatban, korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 2 hetes nyelvi képzést szóbeli vizsga és írásbeli teszt zárja. A követelményeket sikerre teljesítő hallgatók pedig a Nyíregyházi Egyetem tanúsítványát kapják meg. 24 doboz ismeretlen eredetű gyógyszer találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy izraeli állampolgár úti csomagjában a Bereg-Surányi határátkelőhelyen. A nő mindössze 2 doboz cigarettát jelentett be határátlépéskor, csomagjai között azonban a pénzügyőrök a tételes vámvizsgálaton több doboz különböző típusú gyógyszerre bukkantak. A nő egészségügyi képesítéssel nem rendelkezett, a gyógyszerek tulajdonjogát elismerte, állítása szerint azokat saját használatra vásárolta. A NAV munkatársai a termékeket típus és hatóanyag alapján is ellenőrizték, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet gyógyszer adatbázisában. A keresés nem vezetett eredményre, így alaposan feltételezhető, hogy a gyógyszerek olyan hatóanyagot tartalmaznak, amelyek Magyarországon engedélykötelesek. A pénzügyőrök szakhatósági engedély hiányában a termékeket lefoglalták, a nő ellen pedig gyógyszerhamisítás alapos gyanúja miatt feljelentést tettek az illetékes rendőrkapitányságon. Ha a testünk jól működik, a nagy melegben kevésbé kívánjuk a laktató ételeket. A szervezet energia szükséglete ilyenkor körülbelül 15%-kal csökken. A fűszeres és zsíros fogások helyett ilyenkor lédús, frissítő és vitamindús gyümölcsökkel, zöldségekkel tudjuk biztosítani a szükséges tápanyagokat. A legfontosabb viszont a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. A nyár lassan a tetőfokára hág, és az előrejelzések szerint akár rekordközeli hőmérsékleteket is mérhetünk a következő napokban. Ebben az időszakban sokan érzik úgy, hogy nem kívánják az ételt, és kevesebb kalóriával is beérik. A dietetikusok szerint ez teljesen normális érzés, viszont oda kell figyelni, hogy ilyenkor is megadjuk a szervezetünknek azt a tápanyagot, amire szüksége van. Erre kiválóak az idén jellegű zöldségek és gyümölcsök, amelyek rengeteg vitamint tartalmaznak és magas a tápértékük. Érdemes ezeket naponta 5-ször kisebb mennyiségben fogyasztani.
Reggelire valamilyen teljes kérdésű pékárút, valami könnyű feltétel megpakolva, ez lehet akár egy sonkaszalámé, vagy valamilyen sovány tejtermék, és mindenképpen fogyasztunk hozzá valamilyen zöldséget. Most azért a paprika, paradicsom, uborka, retek, különféle saláták azért eléggé színessé tudják tenni a tányért. A 10 órai és uzsonna alkalmából bármilyen gyümölcsöt tudnék javasolni, hogy fogyasztom bárki ízlésének, illetve az idénynek megfelelően, mert tulajdonképpen tavasztól késő őszig folyamatosan érnek a gyümölcsök, és ezeket lehet váltogatni. Ebédnél valamilyen sovány fehérje forrást, ez lehet akár mondjuk egy valamilyen szárnyasnak a húsa, vagy hal, vagy esetleg bármilyen grillezett sajt, ezeket nyugodtan be lehet építeni az étrendbe. A szénhidrát tartalmú résznél, hát a rizsen és a burgonyán kívül bátran próbáljuk ki a különféle gabonákat, vagy akár a bulgurt, mert ezeket is nagyon változatosan el lehet készíteni, és zöldségekkel kiegészítve tudnám ezt is javasolni. Egyébként a salátákat is nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, akár valamilyen olajos öntettel, az olajnál is próbáljunk meg törekedni a változatosságra. Legtöbben az extra szűz olívaolajat szokták használni, de bátran próbáljuk ki a dióolajat, a szőlőmagolajat, a lemmagolajat, tehát ezek is mind-mind más ízvilággal rendelkezik, másfajta tápanyag összetétele, úgyhogy ezeket is nagyon jól be lehet építeni az étrendbe. A nyári kánikulában az elsődleges szempont a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholfogyasztást, a cukrozott üdítőket és a kávét. A nyári kánikulában a túlzott koffeinbevitel erős szívdobogást okozhat, és a kávénak vízhajtó hatása is van, ezért ebből fogyasszunk kevesebbet. Naponta 1,5-2 liter folyadéknak a fogyasztása az, ami javasolt. Természetesen vannak olyan korosztályok, gondolok itt az idősekre, illetve a gyermekekre, ahol fokozottan oda kell figyelni a kiszáradásnak a veszélyére, hiszen a gyerekek sokszor eljátszák az időt és kevesebb vizet fogyasztanak, vagy bármilyen folyadékot, az időseknél pedig már csökken a szomjúságérzet. A folyadéknak a pótlására természetesen legalkalmasabb a víz, de sokan a víznek ezt a natúr ízét manapság nem szeretik. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor is nagyon sokféle ízesítést otthon is el tudunk készíteni, akár gyömbért, mentát, citrom, lime vagy narancskarikát tudunk tenni a vízbe, lehűtve ezeket szeretettel szokták fogyasztani az emberek, vagy akár a mentának a hűsítő hatását is ki tudjuk használni, és azzal elkészíteni a különféle italokat, de egyébként hogyha jégkockába fogyasztunk le gyümölcsöket, azokkal is nagyszerűen tudjuk ízesíteni a vizet. Legyünk körültekintőek a tárolással is. A megfőzött ételeket hűtsük minél hamarabb, és fokozottan ügyeljünk a tojásos, majonézes fogásokra. Tartsuk szem előtt azt is, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc hosszú időre bevásárláskor sem, vagyis ne hagyjuk sokáig az árut a kocsiban. Ha utazunk, kirándulunk, strandra megyünk, legyünk előrelátóak, és vigyünk magunkkal a hűtőtáskát. Csütörtöktől vasárnapig ismét egymás követik majd a meccsek a sóstói strand homokos borítású pályáján. A 12. strandfoci fesztiválon a hagyományokhoz híven 32 férfi és 4 női csapat méri össze tudását. A nemzetközi férfi torna döntője vasárnap délután 5 órakor kezdődik. A napok óta tartó kánikulában, aki teheti, a strandon keres menedéket, vannak azonban olyanok is, akik nem hűsöléssel, hanem sportolással töltik az időt. Idén már 12. alkalommal rendezik meg a sóstói strandfoci fesztivált, amelynek mezőnye alig több mint egy hét alatt állt össze. Budapest mellett 4 vármegyéből érkeznek csapatok, akik között több visszatérő együttes és korábbi győztes is megtalálható. A Bohemiást kell kinevezni olyan csapatnak, amelyik már az első perctől kezdve, annak idején ők hozták ide ezt az igazi játékot, hiszen az országot bejárták és nagyon sok erekét szereztek, de hát most már nagyon sok fiatal csapat van, hiszen az első torna az 6 csapattal indult, akkor még nem nagyon ismerték a mi játékosaink, csapataink ezt a játékot, most viszont már fantasztikusan bejárják az egész országot is különböző tornákra. De mi már januárban közöljük a csapatokkal, hogy mikor lesz a mi tornánk, ezért ezt beillesztik a programjaikba. A férfiak mezőnye nemzetközi lesz, mivel a határon túlról is nevezett egy csapat. Most már 3. éve Szlovákiából érkezik a más Szori névű FC nevű csapat, és ők is most már folyamatosan visszajárnak, ők is az elején.
elején rögtön lekötötték a nevezésüket, tehát a helyet, hogy ők szeretnének újból itt lenni, jól érzik magukat, ők is egy hetet töltenek itt Nyíregyházán, és így van ez a Váci Romeo csapata is, amelyek 20 fővel már itt tartózkodnak Nyíregyházán, és visszatérő vendégek, hiszen ők is az első rendezvénytől kezdve folyamatosan mindig itt vannak. A torna, különösen a kieséses szakaszban, mindig sok nézőt vonz, a rendezvény pedig már beépült a strand nyári programjai közé. Egyrészt magának a sporteseménynek is van jelentősége, hiszen azért a strandolás az mindig összefügg valamilyen sportokkal. Itt elsősorban sokan a vízisportokra gondolnak, hiszen itt is úszótáborok, úszóedzések zajlanak, egyébként sportközvetítések is vannak a medencéből, főleg most a nagy sportrendezvények nyarát éljük ebben az évben. De hát ide tartoznak ugye a strandsportok is, kifejezetten ugye a strandfoci. Ez az egyik jelentősége, a másik jelentősége az turisztikai, hiszen 36 csapat érkezik majd erre a strandfoci fesztiválra, a résztvevőkkel érkeznek szurkolók, érkeznek családtagok, akik remélhetőleg egy kellemes hosszú hétvégét töltenek majd itt, és hát ezzel nekünk emelik majd a vendégszámunkat, emelik a Sósló gyógyfürdőnek a bevételét, és reméljük, hogy jól fogják itt érezni magukat. A strandfoci fesztivál csütörtök délelőtt a 4 női csapat tornájával kezdődik. Délután a férfiak is a forró homokra lépnek. A döntőt vasárnap délután 5 órától láthatják az érdeklődők. A szervezők készülnek az extrém melegre is, a pálya folyamatos locsolásával és megfelelő mennyiségű folyadék biztosításával igyekeznek segíteni a játékosokat. Olaszországi edzőtáborba utazott Helebrant Máté. A párizsi olimpiára készülő nyíregyházi gyalogló 2 héten át készül Livignóban. Pokrovenszky József tanítványa augusztus 1-én reggel 7:30-kor vág neki Párizsban a 20 kilométeres távnak. Híradunk végére értünk, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Az elmúlt években egyre nagyobb területeken termelik, és egyre hosszabb ideig tart a szezonja a hazai dinnyének. Különösen így van ez idén. Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke azt mondta, idén hamarabb indult a szezon, és akár szeptember közepéig is eltarthat. A vásárlók körében egyre inkább a 4-6 kg-os görög dinnyék a népszerűek. Vörös kódot léptetett életbe a belügyminisztérium péntek 24 óráig, közölte közösségi oldalán Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet tartósan több napon keresztül eléri, és sok helyen meg is haladja a 27 Celsius fokot. A vörös kód ideje alatt minden szociális intézménynek meg kell nyitni a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Még mindig sok az elhagyatott roncsautó a nyíregyházi utak mellett. Idén már 9-et szállított el a város közterület felügyelete. A hatóság ugyanakkor csak azokat a járműveket tudja elvinni a helyszínről, amelyek nem rendelkeznek rendszámmal. A többi esetében eljárás kezdeményeznek, de ha nincs meg a tulaj, az autó még hosszú ideig foglalhatja a parkolóhelyeket. Július 9-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral holnap este jelentkezünk, most időjárás jelentéssel folytatjuk. Hát az a helyzet, hogy fokozódik a hőség. Én kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó pihenést, ma estére viszontlátásra. Szerdán kissé még tovább fokozódhat a hőség, továbbra is a déli ország részben várható a melegebb, míg az északi határmegyékben mérsékeltebb hőség a valószínű. A napi középhőmérséklet az ország legnagyobb részén 28-30 fok lehet. Csapadék térségünkben nem valószínű, a hőmérséklet maximumai 34 és 37 fok között várhatóak.